19 évvel ezelőtt alakította ki egy 50 fő befogadására alkalmas imaházat Kisvárda vasúton túli területén a Tátra utcában. Kormos Csaba lelkipásztor úgy fogalmazott, már azzal is egy régi álom vált valóra, de idővel megfogalmazódott az igény egy új templom építésére is. Régtől fogva vágya volt az itt élőknek, hogy ne kelljen a belvárosi templomban közel három kilométer gyalogosan vagy kerékvárosan közlekedni az istentiszteleti alkalmakra. Még abban az időszakban, amikor a felüljáró nem készült el, akár vállalva, hogy hosszú időt várakoznak, sorompó előtt állva nehezen eljutva pontosan az istentiszteletek helyszínére, tehát, hogy itt ebben a városrészben is legyen egy olyan istentiszteleti helyszín, ahol ők külön bibliórára, a vasárnapi istentiszteleti alkalmakra összegyülekezhetnek. Az imaház szomszédságában épített templom külseje a szatmárberegi templomok építészeti jegyeit hordozza. Mégis egy modern stílust képvisel és igyekszik megfelelni a kor igényeinek. Így a puritán belső terekhez korszerű hőszivattyús fűtésrendszer és mosdó is tartozik. Az úrasztalának és a szószéknek az alapanyagát adományként kapták a gyülekezet egyik tagjától. Kormos Csaba hozzátette, a Tiszántúli Református Egyházkerület templomépítési programjának köszönhetően tudták elindítani az építkezést, mintegy 70 millió forintból, amely mellé a gyülekezet önerőből 21 millió forintot tett hozzá. Később további adományokat is sikerült gyűjteni. A Magyarországi Református Egyház zsinata minden évben az október utolsó vasárnapi persely pénzét fölajánlja egy olyan templom építésére, amely egyházkerületenként új templomként épül meg. 2021-ben a Kisvárdai Kertvárosi Templom itt a Tátra utcán lett a kedvezményezett, így a Magyarországi Református Egyház gyülekezetei több mint 26 millió forinttal támogatták ennek a templomnak a megépülését. Ehhez párosult még egy német alapítvány, a Gustav Adorkwerk alapítványnak 9 millió forintos támogatása, így a második ütem is elkészülhetett. A további szükséges munkálatokra pedig a gyülekezet önrészt ajánlott fel, illetve vállalt be, hogy a templom elkészülhessen. Összesen 134 millió forintba került a templom a befejezésig. A hosszú távú tervek között szerepel a karzaton egy orgona építése is. Addig ez az elektromos zongora segíti a kántor munkáját. A tágas karzaton a jövőben akár kórusok éneket öltheti meg élettel a jó akusztikai adottságokkal rendelkező épületet. A templomba 130-an férnek be, és akkor már elég zsúfoltan vagyunk. De örülnénk, hogyha. Minden vasárnap azt tudnánk mondani, hogy szükséges behozni pótszékeket. Hála Istennek itt a Vasonton túli térségben sok református él. Bízunk benne, hogy akik eddig is keresték a gyülekezettel való közösségi lehetőségeket, azok ezt követően is fogják. Sőt, az új templomnak a híre eljut minél többekhez, és vágyat fognak érezni arra, hogy eljöjjenek az Isten tiszteletre, részt vegyenek a gyülekezeti közösségben. A templom érdekessége, hogy a harangtoronyban nincs valódi harang, ehelyett más modern templomokhoz hasonlóan hangfalakból szól CD-ről a harangozás, amely tehát nem átmeneti megoldás, hanem eredetileg is így elektromos működtetéssel álmodta meg a tervező és a kivitelező. Kormos Csaba úgy fogalmazott: A tervek szerint nem csak istentiszteleti alkalmaknak, de különböző kulturális-közösségi eseményeknek is otthont ad majd a templom.